Köszöntöm nézőinket innen a püspöki palota előteréből, dicsértessék a Jézus Krisztus! A Pécsi Egyházmegye Hitvallás című műsorát látják. Tartsanak velünk! Szent Péter és Pál főünnepe, szentmise és elismerések a Pécsi Egyházmegyénél. 40. Mária Gyüdi ifjúsági találkozó, Lackfi János író költő előadása fiataloknak. Ötödször találkoztak a dél-dunántúli cserkés csapatok, 10 napon át 1000 fő táborozott a Szentegáti erdőben. 10. motoros zarándoklat, 2 keréken a déli végek motorkerékpálosai. Főbúcsú Magyarország legrégibb Mária kegyhelyén az egyházmegye cigánysága együtt ünnepelt. Szent Péter és Pál ünnepe főünnep a katolikus egyházban. A vértanú halált halt apostolokra emlékezve ünnepi szentmisét tartottak a pécsi Székesegyházban június 29-én. A liturgiát követően elismeréseket adtak át a Pécsi Egyházmegye területén működő plébániáknál szolgálatot teljesítő munkatársaknak. Szent Péter az apostol fejedelem volt, Szent Pál pedig a népek apostola. Mindketten vértanú halált haltak. Az egyházat Jézus Krisztus alapította, az egyház szervezeti megteremtése fűződik az apostolok nevéhez. Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe az egyházmegye székesegyházának búcsú ünnepe, mert a tiszteletükre lett felszentelve és a nevüket viseli a püspöki székesegyház. Ez az emléknap az aratás kezdetét is jelzi. A pécsi székesegyházban ünnepi szentmisével emlékeztek meg az apostolok. Most itt a mi egyházmegyénkben ennek ilyen hármas gazdagsága van. Az egyik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy nyilván a főapostolokat ünnepeljük, akikre a hitünk, ami sokszor emberi, gyenge hitünk épül, gazdagodik. A másik az ő csodálatos üzenetük a mai nap, a mai világban különösen is aktuális, hisz kiléptek a maguk világából, a maguk köréből. Péter ott hagyja a bárkát, ott hagyja a halászhálót, Pál a maga elképzelését hátrahagyja, és mind a kettő belenéz Jézus szemébe, és elindulnak az ő útján. És a harmadik, hogy itt ünnepeltük most azokat a testvéreinket, akik nagyon csöndesen, nagyon háttérben szolgálták az egyházközségeket, és ezért kaptak kitüntetést, hisz a hitnek a gyümölcse az nem mindig hangos, nem mindig különleges, de mindig rendkívül nagy és rendkívül erős. És ezt így együtt most nagy-nagy örömmel és szeretettel ünnepeltük. Az ünnepi szentmisét követően elismeréseket adtak át az egyházmegye területén működő plébániáknál szolgálatot teljesítő munkatársaknak. Kanizsai István a Pécs-Gyárvárosi Egyházközség prominens alakja, a plébániai tanácsadó testület alelnöke, nyugdíjas autószerelő mester, gazdálkodó. Egy lánya, 2 fia és 5 unokája van, feleségével aktív tagjai a Házas Hétvége mozgalomnak. Ott tevékenykedem, általában a műszaki dolgokat felügyelem a templom és a templomhoz tartozó filiáknál, tudva levő, hogy ezek az épültmények, az épületek, ezek idősödnek, óriási kihívás ezeknek a karbantartása, illetve a felügyelete. Ebben próbálok segítkezni, úgyhogy minden rendben menjen. Illetve ez a műszaki dolgok, és megteremtjük azt, hogy az igeli, a liturgikus dolgok megfelelően folyjanak a templomokban, illetve a filiákban. Szabó Istvánné Gizella több évtizede tevékeny és hasznos tagja a Kányai Egyházközségnek. Gyermekként minden porcikájába beleívódott a falusi emberek hitükhöz való ragaszkodása, őseik hagyományainak ápolása. A családi élet feladatai mellett vállalta a sekrestyési szolgálatot. Kevés jövedelméből sok esetben áldozott arra, hogy a katolikus közösség élete zavartalanul folytatódjon. Erős hite, csodálatra méltó és áldozatkész munkássága példaértékű mindenki számára. Mindig úgy neveltek, hogy
vallásosan, és hát közel lakok a templom mellett, második ház, aztán ugye idegben van a plébánia, nincs nálunk, úgy jár oda a plébános úr, aztán hát mindenben segítek, amiben tudok. Takács Józsefné több gyermekes édesanyaként, feleségként hosszú ideje a szigetvári plébánia közösség aktív tagja. Munkája és családja adta teendők mellett keresztes pál plébános úr nélkülözhetetlen jobbkezeként dolgozott, s napjainkig nagy teherbírással végezte a sekrestyési feladatokat. Férjével elválaszthatatlan szeretetben másfél évtizednyi folyamatos szolgálatban viselte gondját Szigetvár szakrális tereinek, hűséggel segítve plébánosának mindennapjait. Hozzám általában három templom tartozott, a Turbéki Kegyhely templom, a Szent Antal templom és a Szent Rókus templom, itt teljesítettem szolgálatot, valamint hosszú éveken keresztül keresztes pál plébános úrnak még a házvezetőnője is voltam, illetve irodai munkát is végeztem szabadidőmbe, azon kívül a hát minden egyéb a templomhoz tartozó dolgok rendbetartása, az esküvőre a templom feldíszítése és minden egyéb munka a férjem segítségével volt az enyém Szigetváron ez idáig. További négyen vehettek át elismerést. Így a Mohácsi plébánia szolgálatában álló Mádlics Mátyásné Regős Ilona. Az Apaligeti plébánia életét segíti Kósa Ferencné Révész Mária. A Sejjei Egyházközségben tevékenykedik Kőszegi Lászlóné. A Szászvári plébánia szolgálatában végzi feladatát Szigetvári Bálintné, akinek lánya vette át a díjat. A díjazottak az ünnepi szentmisét követően agapéra voltak hivatalosak, amelyet a püspökségen tartottak. A Pécsi Egyházmegye területéről és az ország különböző vidékeiről zarándokoltak fiatalok a 40. Mária Gyüdi ifjúsági találkozóra. A katolikus ifjúság minden nap egy neves szaktekintély előadását is meghallgathatta. A harmadik napon Lackfi János író, költő, műfordító és tanár tartott gondolatébresztőt. Végtelen közvetlen stílusban a fiatalok nyelvén szólt az ifjú hallgatósághoz Lackfi János a négy napos találkozó harmadik napján, mint fő előadó. Az egyik legdurvább az az apostol kiválasztási módszer. Tehát mondjuk, hogyha ez így, gondolom, hogy úgy csinálta ő is, ahogy mi csinálnánk, ha ránk volna bízva, hogy bemegyünk a teológiai főiskolára, megnézzük, hogy na, a PhD-sek között ki az, aki summa cum laude, azokban csinálunk egy kis élcsoportot, akkor megtanít, fekvő támasz, kigyúrják magukat, új szövetség, ószövetséggel súlyzóznak, még kigyúrjuk őket, még plusz tananyagot, még azt is olvassák el, amit nem olvastak, levizsgáztatni őket nagyon kegyetlenül, nagyon keményen, nagyon szigorúan, és amikor már mindent jól tudnak, akkor nesze neked világ, majd itt jönnek feláldozhatóak, vagy mi volt valami ilyen akciófilm, amikor az igazi nagyágyuk visszatérnek és letarolják a világot egy küldetés jegyében, és hogy mennyire nem így volt ez az apostol kiválasztósdi, hanem így lemegy éppen hogy nem a sarki kocsmába, de mondjuk a kikötőbe, ahol ilyen nem nagyon cizellált emberek húzzák, vonják a hálókat, és akkor azt mondja, te, meg te. Szóval ez volt a kiválasztási módszer. Ebből szerintem reményt meríthetünk, mert ez lehet bármelyikünk, nem? Te, meg te. Nem baj, szerencsétlen vagy, béna vagy, elárulsz majd, nem baj. Feljelentesz, eladsz, majd megbánod aztán. Föltámadok, visszajövök, és azt mondom, szeretsz te engem? De tényleg szeretsz engem? Igen. Na jó, akkor menjünk tovább. Elsősorban mi adjuk magunkat oda másoknak, az életnek, és hogy mit kapunk ebből vissza? Bizonyára nagyon sokat. Ezekhez hasonló gondolatokat közölt az ifjú hallgatóság felé Lackfi János, József Attila díjas író, költő, tanár. Az előadó a fiatalokkal könnyen megtalálja a hangot, hiszen nem csak pedagógusi múltja, hanem nagy családja is erre inspirálja. Ugye a hangsúly azon van, hogy én megyek és szétosztom magam, nem megyek és bezsebelem a passzív jövedelmeket, amik most szépen csordogáltak mostanáig a persélyekbe, hanem persze áldásokat kapunk, már szép időt kapunk, zsizsegnek a kabócák, meg minden, csomó, minden más szempárok, emberek, találkozások, rengeteget aratunk, de elsősorban nem aratni megyünk, hanem szétosztani magunkat. Valahogy erről próbáltam beszélni.
A Mária Gyüdi kegyhelyen immár 40. alkalommal gyűlt össze a katolikus ifjúság azzal a céllal, hogy vallásos környezetben kicseréljék gondolataikat, együtt töltsék az időt. Én Palota-Bozsokról érkeztem, Himesházára járok egyébként iskolába, és eddig egész jó a program. Hát, hogy miért vagyok itt? Elballagtunk, és ez az utolsó alkalom, úgymond, hogy együtt legyek az osztályommal, meg hát meg szeretném ismerni a közösséget. Egyébként igen, szeretek ilyen nyílt emberekkel úgymond találkozni és hallgatni a beszédeit, mert motiválnak. Úgyhogy pozitív hatással volt rám. Inkább azok közé tartozok, akik így közösségben jobban meg tudják élni a hitüket, és ennek szerintem egy nagy így előre vívő ereje van, hogyha együtt tudunk ilyen témákról beszélgetni, és nem csak így otthon a négy fal közt szorul magára az ember. Tehát járok így több közösségbe is, ahol még így ilyen témákat pedzegetünk, és hát igen, igazából én ilyen közösségi embernek tartom magam. A 40. Mária Gyüdi ifjúsági találkozóra tavaly elkezdték a készülődést. Már akkor meghívták a fő előadókat, akik mind a négy napon át értékes lelket felemelő, gondolatébresztő előadásokat tartottak. Aztán hirdetni kellett különböző felületeken az idei nagy eseményt, mondta Derges Dorottya, az egyik főszervező. Én azért nagyon szeretem ezt, mert nagyon-nagyon szeretem a célt. Tehát, hogy tényleg, hogy a fiatalokat minél közelebb vigyük az Úristenhez, hogy különböző kreatív, jó hangulatú programokkal tudjuk őket találkoztatni egymással, hogy legyen egy közösségük, találjanak új barátokat, ismerjék meg egymást. Én ezért nagyon szeretem, és ezért tartom ezt egy nagyon fontos dolognak, ezt a találkozót, meg az összes többi hasonló katolikus találkozót, mert ezek tényleg olyan életre szóló élményeket adnak, amik így kitörölhetetlenek az emlékezetből, és szerintem nagyon-nagyon sokat tud adni. A főelőadók minden évben tudnak olyan gondolatokat ültetni az emberek fülébe, amit utána hazavisznek magukkal, és amin tudnak gondolkodni, amiről tudnak beszélgetni. A kis csoportos beszélgetések is nagyon fontosak, amikor tényleg páran így megosztják az élményeiket, hogy a mai napon mi történt velem, mi az, aminek nagyon örültem, mi az, ami nagyon tetszett, hogyan tudtam kapcsolódni a többiekhez, az Úristenhez. És én tényleg ezért látom ezt, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog ez a találkozó, és nagyon remélem, hogy minél több fiatallal tudjuk ezt megismertetni, és minél több fiatal tudunk ide bevonzani erre, ez egyébként szerintem gyönyörű kegyhelyre. Elsősorban a pécsi egyházmegye területéről érkeztek a zarándok fiatalok, de az ország távolabbi vidékeiről is jöttek szép számmal. Mintegy 130-an vettek részt a négy napos ifjúsági találkozón. 5. alkalommal találkoztak a dél-dunántúli cserkészek. A Szigetvár közelében lévő Szentegáti erdőben táboroztak. A kerületi nagytábort a pécsi és a kaposvári egyházmegye fiataljai, valamint öreg cserkészek népesítették be. Csaknem 1000-en vettek részt a találkozón 10 napon át. A kaposvári és a pécsi egyházmegye területén működő cserkész csapatok által megrendezett kerületi nagytáborban a 10 évestől a középiskoláson át az egyetemistáig, illetve még öreg cserkészek is ellátogattak. A kis cserkészek sem akarták ezt a jó lehetőséget kihagyni, hiszen itt sokat lehetnek együtt, és közösségformáló ereje is van egy ilyen 10 napos tábornak. Én a 673. számú Pius cserkész csapatba járok, és azért lettem cserkész, mert szeretek így kint játszani a többiekkel, meg a természetben lenni. És a barátaim is cserkészek, ezért én is az lettem. Már egyszer volt külön a tízesekkel is programunk, és a tábortűzi játékok szoktak a legjobbak lenni. A cserkész élet kihívása hűnek lenni önmagunkhoz és értékeinkhez. Ezt már egy lényegesen idősebb cserkész, Kovács Adorján, a Magyar Cserkész Szövetség elnöke mondta. Egy ilyen kerületi nagytábornak a jelentősége az, hogy a cserkészek, akik a saját közösségükben tevékenykednek, a cserkész csapatokban 70-80-100 fős közösségekben, ők megtapasztalják azt, hogy milyen sokan vannak ténylegesen országszerte. Ugye ebben a kerületben közel 2000 cserkész tevékenykedik, és az egész országban pedig 14 000 cserkész van Magyarországon. Jó látni azt, amikor egy ilyen nagy közösséghez lehet tartozni, és hogy ennyien vannak azok, akik vállalják a cserkész életnek a kihívásait.
A 6. dél-dunántúli cserkészkerület 5. alkalommal rendezte meg a tábort. Baranya, Somogy és Tolna megye cserkész csapatai táboroztak 10 napon át a Szentegáti erdőben. Csaknem 1000 főre duzzadt a tábor létszáma, ugyanis a hétvégére családosok és idősebb cserkészek is kilátogattak. A nagy tábort 3 napos előtábor előzte meg, ilyenkor építették, alakították ki például a konyhát, az étkezőt. Minden nap állandó programjaik is vannak. Minden napot egy ilyen reggeli szertartással kezdünk, ahol felvonjuk a zászlót, a magyar zászlót, elénekeljük közben a himnuszt vagy a szózatot, utána imával folytatjuk, és ugyanezt este is megismételjük. Ez keretezi a napunkat, ez mindig fix program. Nagyon fontosak a játékok, rengeteg játékunk van, tömegjátékok, egyéni játékok, és ami még fix, az ilyen tábortüzek esténként, amikor népdalokat éneklünk, népjátékokat játszunk, és nagyon jó hangulat szokott lenni. Rengeteg ismerkedő alkalomra nyílik lehetőség, főleg egy ilyen nagy kerületi nagy táborra, erre fókuszálunk is, hogy mondjuk akik jönnek Kaposvárról, vagy Szekszárról, Pécsről, és egy korosztályban vannak, megismerkedjenek egymással. De alapvetően a cserkészet ugye ilyen őrsi rendszerben működik, ez kis csoportot akar, tehát 8-9 fő van együtt, ők amúgy is nagyon közel kerülnek egymáshoz, barátságok szövődnek, de rengeteg ilyen ismerkedős játékot iktatunk be egy ilyen kerületi nagy tábor megszervezése során. Fontos az, hogy tiszteletben tartsuk egymást, a természetet is, tehát kint vagyunk az erdőben, hogy ne tegyünk benne kárt, ne pusztítsuk a környezetünket, tehát erre nagyon odafigyelünk. Illetve a közösség, amit még szeretnék kiemelni mindenképpen, hogy főleg itt a Covid után, amikor leépültek a kapcsolatok, ezt szeretnénk erősíteni, hogy barátságok, kapcsolatok szülessenek, és egymásra tudjanak az emberek számítani. Ha bajban vannak, tudunk egymásnak szólni akár. A dunántúli cserkésztáborban Varga László kaposvári és Felföldi László pécsi főpásztor mutatott be szentmisét, amelyen a két egyházmegye papjai papnövendékei is részt vettek. Az egyházi méltóságok a cserkész élethez fűződő gondolataikat is megosztották stábunkkal. Én nem vagyok cserkész, és nem vettem soha részt a cserkész csapatok életébe, szervezésébe, de ettől függetlenül nagyon fontosnak tartom a cserkészetet. Minden, ami közösségépítő a fiatalok számára nagyon fontos, mert elszigetelődnek, egyedül vannak. Minden, ami értéket ad át, keresztény értéket, mert a cserkészet az keresztény értéket ad át, az nagyon fontos a fiataloknak is, meg hát szerintem a családoknak is. Közösségépítés, a hazaszeretet, az Isten iránti szeretet, ezek mind nagyon fontosak, és ezek a programok nem csak a nagy táborok, hanem a helyi cserkész programok is segítik és erősítik. Úgyhogy hálás vagyok érte, hogy most ezt láthattam, meg bekapcsolódhattam. Folyamatosan követtem a cserkészet életét. A rendszerváltás után, amikor megújult a cserkészet, én az első csoportban benne voltam, és akkor volt kiképzésem, hiszen eredetileg én is úttörőként, kisdobosként kezdtem az életemet, és aztán nagyon aktívan Egerben, Nyíregyházán dolgoztam a cserkészetben, de utána már csak így távolról kísértem, és most, hogy itt ebben az egyházmegyében nagyon élő a cserkészet munkája, én is aktívan szeretném bevonni őket a mindennapi életünkbe, a munkánkba, a megújulásba, az ifjúság nevelésében. Óriási lehetőséget, erőt látok a cserkészetben, és ezért minden támogatást meg fogok adni, és minden erőt szeretnék tőlük kérni a közös együttgondolkodásba és a közös munkába. A szentmisét követően a cserkészek megerősítették fogadalmukat. Idén is megrendezték motoros zarándoklatukat a Déli Végek motorkerék pálosai. A zarándokok 10 éve minden júniusban motorra pattannak, és Pécset, valamint Hosszúhetényt érintve körtúrát tesznek, Istent dicsőítve. Egyenesen Mária Gyűdről érkeztek a zarándok motorosok. Pécsen a Barbakán várfal előtt jöttek fel, majd a Székesegyház magtár felüli oldalán gurultak le a bazilika elé. A motorkerék pálosok csapatában hölgyek is jelen vannak. Bátrak, de mégis szelidek. Az egyik katolikus iskola nevelőtanára régóta motorozik itt. Annak idején édesapámnak is motorja volt, és én már lánykoromban is megpróbáltam motorozni, kisebb-nagyobb sikerrel. Aztán 30 év kihagyás volt a motoros pályán, és körülbelül 15 éve van motorunk.
vagy 14, azóta folyamatosan nagyon lelkesen motoroztunk. A pálosokra 6-7 évvel ezelőtt találtunk rá egy csíksomjói búcsú alkalmával, fölvettük velük a kapcsolatot, és azóta nagyon boldogan motorozunk velük. Nagyon sok szép helyen voltunk, nagyon jó ez az összhang, ahogy figyelünk egymásra, csodálatos barátságok születtek azóta. Jó érzés együtt lenni velük. Családi okok miatt olyan is van, aki ugyan autóval érkezett a zarándoklatra, de a férfeleség rendszeresen motorozik a motorkerékpárosokkal. Nem idegen tőlem ez a motorozás se, főleg így párosítva, hogy katolikus, pálos, szerzetes, régebb óta is járunk már motorozni, talán 15, lassan 20 éve, és a szívemhez nőtt a motor, az egyház, a vallás, és így úgy érzem, hogy sokkal jobban ki tudok teljesedni, mint hogyha csak egy sima állampolgár lehetnék itt az országban. Bárhol nagyon jó magyarnak lenni, és hívő embernek lenni. Úgyhogy én nagyon javasolom mindenkinek, aki kíváncsi rá, hogy próbálja ki, mert szabadon élni, szabadon mozogni, érezni a levegőt, és érezni az Istennek a közelségét, ez egy nagy élmény is, nagy ajándék is, én úgy érzem, úgyhogy bárkinek hajrá, motorra fel. A motoros zarándoklat a pálos rendi szerzetes Botton testvértől ered. A szerzetes mindig szeretett motorozni, maga köré gyűjtötte a hasonló sportágat kedvelő és lelkiségben is egyező embereket. Így kezdődött pár emberrel, de több mint 10 évvel ezelőtt, és valahogy szimpatikusak lettek további sok embernek, és akkor megjelent egy honlap is, a pálos honlapon egy ilyen írás, hogy akik elfogadják a pálos szemléletet, azok jöhetnek. Mindenféle megkötöttség nélkül, szerződés és egyéb nélkül. Úgyhogy így kialakult ez a csapat, amely nem szerződött szövetség, meg egyéb hivatalos minden ilyesmit nélkülöz, de nagyon összetartó társaság. Kialakult ennek egy magja, akik minden évben mentünk Csehszlovákiába a hazánkért, családunkért könyörögni. A rendszerváltás előtt ki volt zárva az egyház az emberek hétköznapi életéből. Napjainkra ez már másként van. Ez pedig fontos a déli végek motorkerékpálosainak. Azóta az egyház is részt vesz a szabadidős tevékenységekben. Ez egy szabadidős eltöltés, egyedül is ugyanazt érzem, mint közösségben. Itt a közösség adja a lényeget, hogy azonos világnézeti platformon vagyunk, és evangelizálunk azzal, hogy megjelölünk, hogy motorkerékpároskon benne van a páros jelző, és akkor hogy kerül ez ide, úgyhogy mi keresztény motorosok vagyunk. A déli végek motorkerékpárosai a pécsi állomáson egy tárlatvezetés keretében megtekintették a püspöki palota kincseit. Alapvetően a püspöki palotába is ugye idegenvezetéssel lehet bemenni, ahol a mindenkori püspöknek egyrészt a lakrésze, az épület, és a keleti oldal részen visszük végig a látogatókat, különböző szobákon keresztül, ahol különböző stílusú bútorokkal találkozhatnak, illetve egy 6 részes egyedülálló szőnyeg sorozat, ám bár ebből 5-öt tudunk megmutatni, a 6-odiknak már nem találtunk akkor a falfelületet, sajnos ez a 17. századból származik, illetve a palotta túra során érintve van a kert részünk is, ami hát egy mediterrán hangulatot idéz meg, amilyen Pécs városa is, és hát a palotta kertből indítunk még egy titkos föld alatti átjáron keresztül egy túrát. Maga az átjáró ugye ez a bizonyos Texas bár, ami Cserháti József püspökünkhöz kötődik ugye a kommunizmus időszakába, azt viszont már egyénileg tudják a látogatók végigjárni, és a palotta túrát a Magtárlátogató központunkban fejezik be, úgyhogy ahogy átérnek az alagúton, ugye a mínusz második szinten lesznek, ami ugye a Hajdanán az a boros pince volt. A nap során még ellátogattak a pálosokhoz, aztán irányt vettek Hosszúhetény felé. Este Pécsen megnézték a Havihegyi templomot a mandulafával együtt. 10. alkalommal rendezték meg a motoros zarándoklatokat a déli végek motorkerékpálosai. A 3 napos zarándoklat Mária Gyűdről indult, és oda is tért vissza. Magyarország legrégibb Mária kegyhelyén évtizedek óta hagyomány, hogy az egyházmegye cigánysága számára tartják a pünkösdi főbúcsút. Idén az Alsó Szentmártoni Közösség vezetésével mutattak be szabadtéri szentmisét a kegyhelyen. Szentlélek,
A cigányság a legnagyobb vallásos áhítattal és érzelmi kötődéssel Szűz Máriát tiszteli, míg a balkáni ortodox vallású romák általában augusztus 28-án, a Julián naptár szerinti Nagy Boldogasszony napján tartanak ünnepséget, Európa katolikus vidékein pünköstkor a különböző Mária kegyhelyeket keresik fel. A húsvét utáni 50. napon ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását, azaz pünkösd napját. Magyarországon kiemelt búcsúhely pünkösd vasárnap Mária gyűd. Idén az Alsó Szent Mártoni közösség vezetésével mutattak be szabadtéri szentmisét a kegyhelyen. A cigány testvérekkel ünnepelhettünk, és ez nem csak az ünnep a mai, hanem ők készültek rá egész héten otthon Alsó Szent Mártonba, templomokba. Tartottak pünkösdi novénát, vagyis kilencedet, és én is két nap ott voltam velük imádkozni, tanítást adtam számukra, és jó volt ott is megtapasztalni ezt a, hát éreztétek a misén, ezt a jó lelkűséget, vidámságot, talán Mária gyűd így teljes, mert ugye a nemzetiségek kegyhelye is, székelyeké, sváboké, felvidékieké, horvátoké, meg most ebbe az ünnepbe, a pünkös ünnepébe ez a cigányok miséje volt, és hála Istennek nagy örömmel és lelkesedéssel nem csak a cigányok, hanem minden ide érkező részt vett ezen a szent misén. A magam békéért, az egészségemért béke legyen, nekem megadott mindent. Egy betegségből jöttem ki, és beteg voltam, megígértem, hogy eljövök. Most még évek óta visszajárok, de hálás vagyok, hogy itt lehetek. A hitünk meg ismétlése, meg megtartása, ez a legfontosabb ebben a dologban. Csodálatos volt. Úgy minden egyet kötve. Békénket megtaláljuk, tehát végülis igen, mi találkozunk Jézussal. Lankó József kezdeményezésére jött létre a Szent Márton Caritas Alapítvány. A hitoktatás és a gyerekek nyári táboroztatása mellett az alapítvány cigány nemzetiségi óvodát és tanodát is működtet a faluban. Önök a Pécsi Egyházmegye Hitvallás című magazinját látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!